Sziasztok, frazisták, én Patluk Olivér vagyok, és elérkeztünk egy újabb évhez, boldog 2021-et mindenkinek, és ezzel együtt elérkeztünk a vlog legújabb részéhez. Ebben a részben csak egy témánk lesz, de az nagyon fontos, mivel a felelős állattartással foglalkozunk. Nézzük is! Ő Max, a felvétel készítésekor arra még egy hétre lesz 3 hónapos, december 22-én, ugye ti ezt már januárban látjátok. Mi még csak decemberben, szóval időutazás lesz. Nagyon cuki, egy kis kék cser Yorkie. Állítólag szép fehér lesz, mondjuk láthatjátok, hogy a mellkasa már fehéredik. Nagyon szeret engem, sokszor ad puszit, tud pacsit adni már. Szobatiszta teljesen, amit egy 3 hónapos kutyánál nem gyakran lehet elmondani, közben elszökik, semmi gond. Szereti a zöld színt, olyan a nyakörve, a póráza és egy csomó játéka. Egy kiskutyának nagyon sok dolog kell, például játékok, fekhely, itt a fekhely, van egy kis játéka, a csacsia, azon kívül még 6000 játéka van, van egy kis egere, ott még további 6 millió játék, egy macska játék, ami nem tudjuk, hogy miért kell neki, meg van egy kis macskája is, ami zörög meg sípol. Kell neki hordozó is, abban takarók, ugye, hogy szokja a külvilág zajait, meg ha el kell vinni valahova, mondjuk állatorvoshoz, vagy anyáék munkahelyére. Illetve van neki még samponja, körönvágó oldója. Vannak fontos dolgok, amiket meg kell tanítani, és vannak hozzá eszközök, amikkel el lehet ezt érni. Van ugye a szobatisztaság, mivel még nincs meg az összes oltással, hogy kimehessen, emiatt még bent vécézik a pelusaira, meg ugye még hideg is van, és a kiskutyák jobban megfázhatnak. Ha ügyes, akkor jutalomfalatot kap, de úgy, hogy Maxi. Na mindegy, most eltereltük a figyelmét, de mindjárt megpróbáljuk. Leül, pacsi, adj egy pacsit, ügyes vagy, és akkor utána kap egy jutalomfalatot most a szereplésért. Ügyes vagy, Max. Ezen kívül még meg kell tanulnia játszani a többi kutyával, ugye a szomszédban van Béli és Sophie. Sophie idősebb már, Béli nagyjából vele egykorban van, csak fél évvel idősebb. Meg kell tanulnia egy csomó fontos dolgot, például az ül, a pacsi, meg hogy jöjjön utánunk, póráz, ami nagyon fontos, ha ki akarjuk vinni. Vannak egy páran, akik olyan hibába esnek, hogy ilyen visszahúzható póráz van. Találkoztunk egy Yorkie eladóval az egyik állatkereskedésben, és azt mondta, hogy ő ebbe a hibába esett, ugye, hogy visszahúzható póráz volt, és póráz nélkül már nem a lába mellett megy a kutya, hanem előrébb, és akkor kirohanhat egy autó elé, és megtörténhet a baj. Okos, mert látjátok, rálép. És akkor nehezebben tudom ugye elhúzni. Meg vannak ilyen hirtelen megindulások, amik úgy olyan, mintha 200-ra gyorsulna fel 3 másodperc alatt Max, csak a botot nem rághatja. Most ezt eltesszük, és folytatjuk a kiképzést. Látjátok, vérbeli fradista, a lila játékokat támadja, nagyon. Van egy macskája, azt már bemutattam, és van egy kis karácsonyi csizmája. Ez sípol, mindent tud, igazából nehezen tudja megfogni, mivel még nagy neki. Itt van ilyen nagy fidget spinner-szerű rágóka. Kötélnél megfogja és el is húzza. Van egy jó kis villogó sípoló labdája. Ezt is imádja. Az elején szúrt neki, mert ilyen kis tüskés, de már megszokta. Vannak ilyen kis masniai. Nagyon szereti őket. Póráznak is lehetne alkalmazni. Akkor van a csacsikája, ezért mindig elmegy, bármi is történik. Van egy zoknia, amit tőlem nyúlt le, meg úgy rendszeresen lenyúlja az zoknikat,
de imád velük játszani. Addig keresünk még egyet, van ugye a póráza, de ez nem játék. Van egy eléggé nem kímélt kisegere. Ugye a yorkik ilyen patkány és kistestű rágcsáló vadászok. Azért tenyésztették őket Yorkshire-ben, Angliában. És most átesett minden játék Amex. De ugye a patkányokat bírja, ott van a nagyobb IKEA-s patkány, és ez a kis peppós macska játék. Van két játék, amit én szégyelnék a helyében, de nem gond, akkor még kiszedünk. Itt van a, mondom, patkányvadász, és viszi a helyére a lenyúlt pizsomámhoz. Van egy ilyen kis nyuszia, zöld nyuszi. Őt is szereti, mert szép a színe. Mondjuk tudjuk, hogy a kutyák színvakok. A kiskutyusokkal vannak napi teendők, ugye meg kell etetni, itatni, vécéztetni, altatni, valamint ki kell mosni a szemét, mivel a yorkik könnyen becsipásodhatnak borvízzel, és ki kell fésülni a bundáját, valamint esetenként 3-4 hetente meg kell fürdetni, meg pár naponta száraz samponnal is megfürdethetjük. Egy kiskutya nagyon meg tudja kavarni az ember életét. Szerencsére a szüleimnek olyan munkájuk van, hogy be tudják vinni a munkahelyre és vigyázni rá. Amíg ilyen kicsi, addig nem lehet egyedül itthon hagyni. Szóval ugrott a családi közös vásárlás is, mert vannak egyes helyek, sokkal több hely van, ahova nem lehet bevinni kiskutyát. Mondjuk pár pláza már feloldotta ezt a tilalmat. Budapesten nagyon sok olyan pláza van, ahova már megszed bevihetjük, mondjuk az IKEA-kba is bevihetjük, szóval nagyon szuper. Akkor nagyon sok dolgot kell vele csinálni, ugye útközben elvisszük, akkor kell hozzávinni pelenkát, mert már annyira szobatiszta, hogy tudja jelezni útközben, ha dolga van, és akkor leterítünk az autóban egy pelenkát, és úgy végzi dolgát, viszünk az úton. Vizet, kaját, meg minden fontos dolgot, játékot, ha kell, és takarót, meg ugye a hordozóját. Ugye egy praktikus hordozóban rengeteg dolog van. Itt ezt szét lehet csatolni. Így hozzá is férünk könnyebben a kiskutyához. Akkor ezt át lehet állítani. Át lehet alakítani hátizsákká, vagy az autó támlájára is feltehetjük. Itt is ki lehet nyitni, nagyobb résen is ki lehet nyitni, és itt meg csak egy nagy rés van. Jó, itt ezt kinyitjuk. Ha mondjuk fejtámlán van, és fértjük a kutyát, hogy kiugrik, akkor van egy ilyen kis mini pórász neki. A forgatás alatt megspisilt egyet, ezért most megdicsérjük, megtöröljük, és utána kap egy jutalomfalatot. Megszi! Gyere vissza a képbe, hogy látszódjon, hogy kapod. Leül, 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 pacsi, ügyes vagy. Ügyes kutyus, ügyes. Utána természetesen meg kell dicsérni, hogy a fejében maradjon, hogy ezt így kell. Ugye van egy csomó kedvenc játéka, most a top 3-at mutatom be nektek. Van ez, a kis pepkós játék. Ha meghúzzuk itt, akkor tud zenélni, most csak rövid ideig hallottátok. Van a kis cicája, ez csörög, sípol. Van egy macia, csak az 3 kilométerrel arrébb van valószínűleg. Az egérkét is szereti, és az egérke meg a maci van az első helyen. Itt az egérke, ők vannak az első helyen, meg a kokolinós medvéje.
szófogadást azért meg tanulni kell, a lábtörlés az nem nagyon megy, meg a visszajövetelként, ha nagy játékban vagyunk. Most bejöttünk, és Maxi egy picit megnyugodott, ahogy látjátok. Még a szófogadást azért gyakoroljuk, ugye nagyon ritkán tud kimenni a kertre, mivel hideg van, most 2,4 fok, szóval elég hideg van, és nem akarjuk, hogy megfázzon. Nagyon örül olyankor, és a lábtörlésnél problémák akadnak, azt nem nagyon bírja, de már kezdi megszokni szépen lassan, és fontos, hogy csak akkor, azt kérem, hogy csak akkor kérjetek kisállatot, ha tudtok róla felelősen gondoskodni. Szóval remélem tetszett a vlog mai része, ha igen, lájkoljátok és osszátok meg, valamint kövessetek be Instán, TikTokon és Facebookon. Küzdeni mindig, feladni soha. Sziasztok!